Csabai Károly, Székely Sarolta, Király Béla, Weber Balázs, valamint a privátbankár.hu és az m4.hu más neves szakújságírói, ismert politikusokat, közéleti személyiségeket, ágazati szakértőket kérdeznek havonta a Klasszis Klubban arról, ami mindenkit foglalkoztat. Csak regisztrálni kell, és kérdezhet ön is. Keressen minket a klasszis.hu-n, és feltétlenül iratkozzon fel a Klasszis YouTube csatornára. Károly vagyok, az M4 és a privátbankár főszerkesztője, és valahogy, tehát minden újdonság kapcsán az embernek valami eszébe jut, nekem a gyermekeim jutnak eszembe, hogy akkor éreztem ilyet, amikor a gyerekeim cseperednek, egyre nagyobbak, és mondjuk elkezdenek már két lábra állni, elindulnak, valahogy így vagyunk ezzel a Klasszis Klubban is. 2021 január végén indítottuk el a Klasszis Klubot online. Ugye akkor emlékszünk arra, hogy koronavírus járvány volt, és a köhögés is ennek szólt egyébként. És hát nem tudtuk más módon ezt megvalósítani, szerettük volna elindítani egy beszélgetős műsort, és minden csütörtök, illetve minden hónapban egyszer csütörtökönként összejöttünk egy órára. Nem tudom, hogy van-e itt valaki esetleg, aki látott már ilyen online előadást? Igen, nagyon jó. Sok ismert neves személyiség jelent meg, vagy beszélgettünk, banki szakemberek, gazdasági szakemberek, politikusok, közéleti személyiségek, és arra gondoltunk, hogy most egy szintet lépünk, és az online világ után visszatérünk a normális kerékvágásba, e tekintetben is, most már Covid is remélhetőleg azért visszaszorult, és személyes beszélgetés keretében folytatjuk, amellett, hogy az online természetesen megtartjuk, mert ami jól működik, azt érdemes megtartani, de most két kerekasztal beszélgetést szerveztünk erre a mai napra, indításképp. És arra gondoltunk, hogy amikor a témákat kerestük, hogy hát mi érdekli most az embereket, leginkább valószínűleg a finanszírozás, a pénzügyek, egyrészt, másrészt pedig a geopolitikai helyzet, sajnálatos módon teszem hozzá, bár a banki résznél is hozzátehettem volna a magas infláció miatt ugyanezt. Úgyhogy remélhetőleg a közeljövőben is sorra kerülő Klasszis Klub rendezvényeinken is részt fognak venni, úgyhogy nem is szaporítanám a szót, mert valószínűleg nem engem akar hallgatni a díszes közönség, hanem itt a vendégeinket, akiket én fogok majd kérdezni, és most akkor be is mutatom őket. Balról haladunk, Jelasics Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke, az Erste elnök vezérigazgatója. Üdvözöllek! Köszönöm! Volt Péter Ákos, volt jegybankelnök, egyetemi tanár, közgazdász és lapunk állandó szerzője. Üdvözöllek, Péter! És mellettem Simák Pál, a CIP Bank elnök vezérigazgatója. Köszöntelek! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. És hát gondoltam, hogy egy ilyen bevezető, könnyed kérdést teszek föl nektek. Mit szóltok a betéti kamatstopnak a meghosszabbításához?
melyikötök kezdi? Egy mikrofon van, technikailag, én a Palinak odaadom, és akkor úgy, hogy ti ott megoszthatjátok, de hát akkor, ha odaadom a Palinak, akkor lehet, a Palit most ráveszem. Hát igen, ez a korábban megtörtént esemény. Sok minden történik így körülöttünk összességében. Betéti Kamas, ugye a bank szempontjából azt mondom, hogy viszonylag nekünk ez egy pozitív hatás, még kevesebb kamatot kell kifizetni, de alapvetően, ami ebben a kihívás, vagy a nehézség, hogy itt egyre keszekuszább így a szabályozói intervenció. És igazából nekünk, ami legnagyobb ebben a kihívás az, hogy ugye dolgozik a jegybank, dolgozik a kormány, mindenki a saját belátása szerint próbálja az országot gazdaságilag növelni, az inflációt letörni. Ezek az intézkedések meg azért néha egymást ellentétes irányba hajtják, és igazából ez a tétel önmagában azt gondolom, hogy önmagában egy elfogadható vagy lekezelhető változás. A jelenség az, hogy hogyan tudunk kiigazodni ebben a nagyon turbulens, túlszabályzott korlátok, kamatstoppos, moratóriumos, komplex helyzetben. Ez adja igazából most a kihívást nekünk, ami ebben az évben meghatározó. Egyetértek van. Hát így nem lesz hosszú a beszélgetés. Én tulajdonképpen ott folytatnám, mert én abból készültem kicsit, hogy milyen a helyzet a irányító szervezetek között. És ugye ez egy speciális dolog, hogy van egy olyan instrumentum, ami a jegybanknak az egyik eszköze, a pénzszűkítésnek az egyik eszköze az, hogy a kamatot viszi jó magasra, és a magyar államnak a másik intézményrendszer, a kormány, és annak valamelyik része pedig azt mondja, hogy hát ez nem örül ennek. Ilyen meg olyan okok miatt nem örül ennek, és akkor belenyúl, és akkor rap rá egy sapkát. Ugye ezt láttuk a benzinnél, láttuk egy halom területen. És akkor az egyik megállapításom az, ha nem, egyetemi tanárnak nem lett más, hogy a piacgazdaságnak vannak saját szabályai, és akkor természetesen lehet belenyúlni ebbe, ha van egy nyomós ok, de azért kell tudni, hogy mikor megy be az ember, és mikor jön ki. Na, a kijövettel mindig nagyon nehezen megy. Tehát bevezetni valamit lehet, utána kijönni nehéz. Kettő, és ebben a mostani helyzetben az is érdekes, ez egy technikai hír tulajdonképpen gondolom, mert hát titeket, mint most azért nézek a bankárokra, hát a nagyságrend az ezrelék, gondolom a mérlegfőszeget tekintve, meg az eredményt tekintve. De azért mégiscsak egy zaj azt mutatja, hogy a magyar kormány az belenyúl a monetáris politikának a közvetítő eszközébe. És akkor ide lehet mögé rakni, hogy igen, akkor a jegybankelnök mit mondott a múlt héten, és akkor egy halom olyan ügy indul el, ami azt sugallja az érintetteknek, hogy itt nem csak nincs összhang, hanem egymás ellen dolgoznak. Én egy költői képet vázoltam fel itt a lapnak az oldalán, mert ugye hetente kell nekem valamit írnom, és szerencsére. És meg is írom szorgalmasan, az volt a címe, hogy egyik lábuk a gázon, a másik a féken. Nem tudom, a jegybankelnökhöz eljutnak-e a M4 elemzései, de hogy ezt a költői képet ezt használta a parlamentben ő is. Akkor és szerintem igen. Ez szerintem valószínűleg eljut, vagy az apparátussal eljut. Na mindesetre, hogy ez azért, mint vezetési stílus, ez nem ajánlott, hogy soha fiatal emberek, ne, azért, ha lehet, ne hívezessenek autót, és még egy kanyarba ne előzzenek. Ez más mondta, hogy milyen jó dolog, de vagy ugyanaz mondta? Ugyanaz mondta. Pedig szoktam kanyarba előzni, attól függ, hogy jobboldali vagy baloldali, jó? Mert az egyiknél jó messzire el lehet látni, jó? A másikban viszont annyira nem jó. Tehát egy baloldali kanyarba egy fenőt még belet előzni, jobboldaliba szerintem nem annyira jó. Egyébként, amikor egyszerre a gázra is lépsz, meg a fékre is, egyébként óriási a pörgés, nagy a füst, jó? Csak éppen sehova nem megyünk, jó? De egyébként az ember azt gondolja, hogy valami történik, jó? Tehát állandóan valami pörgés van. Tehát közgazdászok vagyunk, mi is gondolom beismerjük, hogy a piac nem tökéletes, de az a baj, hogy ennél jobbat még nem talált ki senki. Utolsó dolog, amit mi meg szeretnék említeni, nem szabad alábecsülni az embereknek a
a bankároknak is a kreativitását, hogyha egyszer sapkát rakunk a forintra, akkor mi van devizával, mi van a swapokkal, és akkor ez így szépen beindul, és hallottam egy ilyen mondást egyszer, hogyha az ember rossz vonatra ugr, akkor nem tud jó állomáson leszállni. Tehát, hogyha megint csak azzal foglalkozunk, hogy várjuk a jó állomást, itt nem lesz jó állomás, mert egyikből megyünk a másikba, a harmadikba, stb. Mi ezt néha úgy szoktuk megoldani, nem tudom, hogy van ez a cipbe, jó, hogy egyszer kiállunk, és azt mondjuk, hogy ezt lehetett volna okosabban is csinálni, és akkor ezt szépen visszaszívjuk, de a politika az egy más környezet. Olvastam egy nagyon jó jellemzést erre a mostani helyzetre, hogy csiki-csuki, tehát, hogy valamilyen intézkedést hoz a jegybank, arra válaszol a kormány, aztán megint hoz a jegybank, megint kormány. Most ha akkor tartjuk ezt a forgatókönyvet, akkor most a jegybanknak kell erre valamit lépnie. Van arra elképzelésetek, akár itt ül egy volt jegybankelnök, hogy és a Radován is volt jegybankelnök Szerbiába, most nem akartam, igen, most ezzel most ki is vontad magad ebből a körből, hogy te nem fogsz válaszolni erre, nagyon jó, nice try, hogy van-e elképzelésetek arról, anélkül, hogy bár nem sajtónyilvános az esemény, de tippeket adnánk a jegybanknak, hogy mit lehet, mi, számítani lehet esetleg a jegybank részéről valamilyen válaszlépésre. Csak visszatérnék talán két héttel ezelőtt, amikor volt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának az évindítója, akkor a miniszterelnök úr azt mondta, hogy akkor ez az ő feladata egy asztalhoz odaültetni a főszereplőket, és egy kompromisszumot kidolgozni, szerintem ez volna a legjobb, minél előbb. Mert hogyha ez így folytatódik, annak félek tőle, hogy leginkább mi fogjuk meginni a levét. És ugye makrogazdasági szempontból sem annyira pozitív ez a dolog. Én remélem, hogy ebből nem lesz egy ilyen csiki-csoki, és hogy ennek mielőbb vége lesz, mert szerintem ezt az hosszú távon mindenképpen nem fenntartható. És azért azt se felejtsük el, hogy azért a politikusok is emberek, és abban a szempontból, hogy még szép, hogy van rájuk egy óriási nyomás, az, hogyha valami probléma van, azt meg kell valamiképpen oldani. Jó? És még akkor sem, hogyha tökéletes a megoldás, de legalább próbálnak valamit megcsinálni. Jó? És itt visszatérnék arra, amit a Bot Péter Ákos is mondott, hogy nagyon sokszor ilyen idéglenes megoldások vannak, de meddig tart ez az idéglenes megoldás? Tehát én még emlékszem, én szolgáltam a Magyar Néphadsereget, én még fociztam a Magyarországon idéglenesen állomásozó déli hadseregcsoporttal. Ez volt 87. május 9-én. Na, az is idéglenes volt. Tehát mondom, ez az idéglenesség, ez egy nagyon-nagyon relatív kategória. De mondom, ebből a csiki-csukiból senkinek nincs haszna. Annyi kommentárt fűznék hozzá, hogy a jegybank tulajdonképpen egy kis vacillálás után azt kezdte csinálni, amit kell. Tehát a tankönyvi megoldást alkalmazta, amikor az infláció így nekilódul, amikor ekkora keresleti nyomás zúdult rá a gazdaságra, hiszen a költségvetés is kiukadt 2020-ban, aztán 21-ben, aztán 22-ben és 23-ban. Azt csinálja, amit csinál, fölviszi a kamatot. Akkor ugye ebben a konkrét ügyben ez persze azt is jelenti, hogy sok pénzt fizet a bankároknak. Hogy jön ide az állam? Hát bizonyos értelemben azért jogosan jön ide, mert ha veszteséges a Magyar Nemzeti Bank, nem ez a legfontosabb tétel, de azért csak mégiscsak ide tartozik, akkor az a veszteség az előbb-utóbb kiköt az adófizetőnél. Amikor a jegybank elnök olyan nagy hatású beszédet intézett a magyar parlamenthez, ahol azt mondta, hogy miniszterelnök téved, ugye ez a mondat nyelvtanilag Magyarországon ilyen nehezen értelmezhető mondat, és mondott még egy-két más dolgot, négy képviselőnek azt nem mondta el az éves beszámolója keretében, hogy a Magyar Nemzeti Bank 21-es mérlege az 57 milliárd forint veszteséggel zárul. Tehát bizonyos értelemben mondhatja a kormány,
hogy hát nekem nagyon sok van az államfinanszírozás, pénzt inkább odavigyétek, ne a betéteseknek fizessetek, fizessetek kevesebbet, nekem fizessetek többet. Tehát ez a része még azt gondolom, hogy konfliktus, de hát mit csináljunk? Az egyiknek ez a célja, a másiknak az a célja. De azért hozom ezt ide, mert mi idősebb legények vagyunk, itt sok fiatal van, és 2006-7-ben 8-ig Magyarországon volt egy kicsit hasonló helyzet. Jóléti rendszerváltozás, az más kormány volt, tehát ez a kormány független bizonyos értelemben, óriási költségvetési hiány, az akkori jegybank fölvitte a kamatokat nagyon magasra, és akkor mi történt? Hát akkor is alkalmazkodtak a bankárok, akkor elkezdtek euróba hitelezni. Hát hogyha 15% a forint, akkor svájci frankban adok 4-et. Én is így vettem fel. Hát bementem a bankom, és azt mondták, hogy Bodúr, első osztályú adós kávét adtak, 12%-kal akar fizetni 15 éven keresztül, vagy 4. Hát az ember berakja egy modellbe, és kijön, hogy a 4 jobb, mert nagyon extrémes. Jó, utólag azt mondom, hogy van olyan árfolyam esés, amely mellett ez nem jó ügy, de ez 2005-ben azért ez nem nézett ki úgy. Sőt, 3 évig én nyertem rajta. Jó, na csak azért idézem ezt fel, hogy ha a költségvetés nincs rendben, akkor a jegybank nem tud olyan szép politikát folytatni, mert azért ez a 13%-os alapkamat. Hát mennyi a Romániában? 7, cseheknél 6,5, amikor körül van. Ez egy abszurd szín. Tehát az, ahol most vagyunk, az egy abszurd helyzet. Olyan egyensúly, ami azért fenntartható, de ez egy nagyon furcsa egyensúly. Ez azért nem állnék alá egy olyan hídnak, ami úgy lenne kiegyensúlyozva, hogy 18% körüli pénzeket lehet egy napra fölvenni. De csak azért hozom ide, hogy a helyzet különös, és ezzel a kérdéset, hogy mit csinál a bank, hát majd csinálnak valamit, arra majd a kormány megint csinál valamit, és akkor a gazdasági szereplők pedig szerencsétlenek, osztanak, szoroznak, és megpróbálnak túlélni. Úgyhogy szerintem ez a furcsa játék zajlik, és ez így nem jó. Akkor mi volna a megoldás? Hát nem kellett volna, hogy azt mondtad, hogy rossz vonatra száll az ember, akkor nagyon nehéz jó megállót találni. Hát nem kellett volna 2020-ban ekkora deficit, 21-ben még ekkora deficit, 22-ben, és most 23-ban vagyunk, és most is az első 2 hónapra azt írja az újság, hogy 45%-val megvan az éves deficitnek. Na most lehet, hogy most sikerül megfogni a költségvetést, és abban a pillanatban akkor már könnyebb a jegybank élete is. Hát úgy elég könnyű jegybankárkodni, hogyha mondjuk az államháztartás egyensúlyban van. Volt neked ilyen életedben? Na. Hát akkor nehezebb. Ennél is még csak valamire kiegészíteném itt a kollégát. Tehát nemzeti bankárként az egyik legnagyobb frusztráció az, hogy egy óriási függőség van, főleg itt a közép-kelet-európai országban a fiskális politikától, és nemzeti bankelnöknek írják alá elé egyik fő feladata ugye az árstabilitás, miközben itt van egy óriási fiskális politika, nagyon sokszor deficitbe is csúszik, ilyenkor mit tud csinálni a központi bank, megemeli a kamatokat. És ahelyett, hogy eljön a politika, és azt mondaná, bravo, amit én elcsesztem, azt te hajlandó vagy magas kamatpolitikával ugye csökkenteni a keresletet, így valahogy rendbe rakni, jó, hanem akkor még megkritizálnak. Sőt, amikor meg túl sokat elköltesz arra, hogy ezt a extra pénzt kiszívjad a rendszerből, akkor meg jönnek, hogy ennyi pénzt eltapsikoltál? Hát szégyeld magad. Jó. Tehát ez volt az egyik legnagyobb frusztráció, hogy így, ahogy az évek telnek, az ember rájön arra, hogy egy központi bankba, tehát ahelyett, hogy az embert megdicsérnék azért, hogy amit a fiskális politika nem végzett el, hogy azt a monetáris politikán keresztül az ember megpróbálja rendbe rakni, ami természetesen pénzbe kerül, energiába kerül, gazdasági növekedésbe kerül, a extra kiadásba kerül, mert azokat a magasabb kamatokat fizetni kell, és ahelyett, hogy valaki megköszönné, akkor még jó, még megkritizálnak. Jó? Tehát szerintem jelenleg MNB-be ülni azért annyira nem hálás dolog, mert
mindenki látni fogja majd az MNB eredményét 2022-ben, meg 2023-ban, és erre föl, meg azt mondja, ennyi pénzt elköltöttek, és még nem is értek el az eredményt. Jó? Tehát azért ez elég frusztráló. Igen, de szerintem, hogyha amint teheti a jegybank, én azt gondolom, hogy fogja csökkenteni a kamatokat, mert ők se akarnak veszélyességesen. Nem, itt gyakran hallok viszont, ugye a kormány, ha mondja nekik, hogy mit csináljanak, ugye a függetlenségét, hogy független jegyben, nekem nem mondják meg, hogy mit csinálok, úgyhogy just sem csökkentem. Tehát így kvázi nem a leghamarabb csökkentés akkor lesz, hogyha mindenki csinálja a saját dolgát, hát meglátjuk most ugye a mai piaci helyzet sem könnyíti a csökkenés. Mi korábbra gondoltuk, hogy lesz kamat csökkenés, most így csúsztatjuk ki ezt a becslést, hogy ez igazából ez a kamat csökkenésen szerintem igazából hát maximum Q3-ban kezdhet csökkenni talán az alapka, vagy a 18%-os kamatszint konvergálni a 13 felé. Ez most 3 hónap van, ezt elcsúsztattuk, ezt a becslést látvána, ezt a bizonytalanságot, még ezt a ilyen kicsit kiegyensúlyozatlan helyzetet. Viszont, hogyha már így alakul, hogy tényleg Q3-ba csökkent a kamat, akkor átérhetünk arra a kérdésre, hogy milyenek a finanszírozási kilátások erre az évre. Ugye mi is úgy hirdettük az eseményt, hogy lesz elegendő piaci bankhitel. Ki akarja kezdeni a választ, Radován? Talán még egy megérzés mielőtt belekezdenék a válaszba. Az az érzésem, hogy így, és az újságírók is terjesztik ezt, hogy a bankárok imádják ezt az inflációt. Meg úsznak a pénzbe, és akkor magasak a kamatok, meg jaj, de jó, és stb. Stb. És mi ezt mennyire várjuk ezt, jó? Tehát francnak kell ez, jó? Tehát utáljuk ezeket, amikor egyik napra a másikra, ha csak megnézitek majd a bankoknak, mennyi extra tőkét kell félretenni azért, mert Magyarországon ugye ilyen kemény 8 hónap alatt a alapkamat fölment 2-ről 18%-ra. Ez egy brutális összeg. Jó? Tehát, és még egy megjegyzés ebből a szempontból, tehát mindenki, jó, aki ebben az országban bármiféle, hát mi pénzzel kereskedik, bármiféle áruval kereskedik, mindenkinek, akinek természetesen van egy raktárkészlete, nekünk a raktárkészletben pénz van, másnak van paradicsom, paprika, stb. Stb. Régi áron vásárolta meg, és új áron fogja eladni, jó? Tehát ilyen alapon tulajdonképpen mindenhol keletkezett valami extra. Arról nem is beszélve, hogy ahol a Bot Péter Ákos is mondta, mi akik már egy picikét tapasztaltabbak vagyunk, tehát amilyen valamilyen féle plusz pénz keletkezik, amikor fölfele mennek a kamatok, ennek lesz egy másik oldala is, jó? Amiket elindulnak lefele. Jó? Tehát erről se beszél senki, de ez is ugyanúgy benne van a matekba, és befektetők nagyon jól tudják, amikor részvényeket vásárolnak, hogy az inflációs időben melyek azok a részvények, amelyek valamivel jobban az átlaghoz valami jobb hozamot tudnak reálni, és melyek azok meg alacsonyabbat, jó? Az biztos, hogy ilyen környezetben, amikor infláció van, tehát cél az, hogy a keresletet csökkentsék. És a kereslet csökkentésnek az alapja az, hogy mi kevesebb hitelt adjunk. A transmissziós mechanizmus a nemzeti bankok, a kereskedelmi bankokon keresztül végzik, jó? Tehát nem direktbe, hanem indirektbe, megemelik a kamatokat, és ennek alapján ugye az első hitel, amit idézőjelben mindenkinek dobnia kellene, az a változó kamatozású hitel. Azért van a változó kamatozású hitel, hogyha 2-ről megemeli az MNB 10-re, mindenki szépen fizesse vissza, jó? Ezt bevállalta az, aki fölvette a változót a fixhez képest. És most csak, hogyha végig gondolod te is még egyszer, milyen mértékben működik ez a transmissziós mechanizmus. És igen, működött, úgy néz ki, hogy 18-ra kellett megemelni, ahhoz, hogy működik, de működik. Mi történt az árfolyammal, mi történt a sterilizációval, mennyi pénzt sikerült az MNB-nek bevonni. Ilyenkor jön természetesen az állam, amikor látja, hogy van egy hitelszűkösség, jó? És ennek alapján tulajdonképpen az utóbbi 6 hónapban, 9 hónapban a Széchenyi kártya volt az, amelyik úgymond már vitte a prímet, illetve most jön a Baross Gábor program,
Csak megint az a kérdés, hogy milyen mértékben fogja ezt kalibrálni, hogy ne vigyük túlzásba, hogy azt, amit az egyik csikinek mondott, a másik meg csukiba átvegye. Tehát megint ott vagyunk, ahol az előbb is, tehát hogy milyen mértékben játszunk egy csiki-csuki meccset. Talán kiegészítve, mi az intézet csoportban ilyen 4 éves stratégiai terveket készítünk, 22-ből most 25 időszakban dolgoztuk ki 21 végén. És most újra tervezünk mindent, új kamatkörnyezet, új makropálya, és most tesszük össze a 25-öt. Ugye ez a magas kamat környezetben magas infláció ebben az évben segít. Magasabb a kamat, magasabb kamatot kapunk a jegybanktól, ha betesszük oda a pénzünket, ami nem volt lekötve állampapírban, de egy jelentős bevétel növekedés látszik most. A költségünk is jelentősen nőne, tehát 2023-ban idén, ez az első év a történetünkben, nem tudom mióta, hogy a költségszint jobban emelkedik, mint a bevétel. Mert az inflációs hatás begyűrűzik a banknak a mérlegébe is, az energiaárak, akkor a bérek, meg hasonló. És hogyha 25-re prognosztizálom, most újra tervezzük a 25-ös évünket, de az látszik, hogy a kamatkörnyezet vissza fog jönni, mérséklődni oda, ahol körülbelül terveztük 21-re, talán kicsit magasabb szintre, kicsit magasabb lesz esetleg a bevételünk, mint amit gondoltunk egy pár évvel korábban, de a költségünk az kb. 20%-kal magasabb lesz a magas infláció miatt. És nem tudtunk olyan mértékben növekedni állományilag, mert a magas kamatkörnyezetben nem tudtuk bővíteni úgy a hitelportfóliónkat, mint terveztünk. Tehát 25-re olyan állapotban leszünk, hogy egy rosszabb pénzügyi helyzete lesz, egy hatékonytalanabb banki mérleggel fog rendelkezni a bankszektor, mint amit gondoltunk 2021 végén, ennek a magas inflációs és a magas kamat pénzügyi hatására. És mind emellett, ami még egy új elemként jön be, hogy közben a céltartalékolási szintünket is valószínűleg majd itt ebben a turbulens időszakban meg kell emelni, tehát összességében kevesebb lesz a nyerességünk akkor, és pont amikor a bankszektor az eléggé ciklikus iparág, és van, amikor jobban megy, amikor rosszabban megy. Most, hogy amikor a különadókon keresztül ebben az évben, tavaly is több lesz a bevételük, elvonódnak nyereség mind a mondjuk a kamatstoppal, meg a különadóval. Hogyha így 5-10 éves távadban nézem, akkor az így, amikor jól megy és az elveszünk, amikor rosszul megy, akkor ezt nem kapjuk vissza, hogy összességében a megtérülésége a bankszektornak összességében 5-10 éves távadban jelentősen csökken. A hitelezési növekedésre vagy aktivitásra azt mondom, hogy a loan-to-depo rátája a bankszektornak 68%. Tehát igazából bőven van likviditásunk, és igazából szeretnénk is kihelyezni hitelekben, mert azok legalább nem árazódnak át, azok nem olyan egy banknál vannak, és azok nem árazódnak majd át vissza, amikor csökken a kamatszint, hanem ezt ki tudjuk helyezni. Nagyobb mértékben igazából lakossági oldalon látjuk, hogy körülbelül 50%-kal kevesebb lakáshitelt folyósítunk most, mint egy évvel korábban. A babaváró is lassan indult itt az év elején, valószínűleg azért, mert sokan decemberben azért többi vége van a programnak, és akkor ott még beadták az összes igény. Egy látványos csökkenés van a lakossági oldalon, a vállalati oldalon, igazából csak forgóeszköz finanszírozás növekszik, a beruházási hitelek azok jelentősen esnek vissza. Talán, hogyha az EU források megjönnek, akkor abból lesz még egy löket, de most mitőképpen egy stagnáló hitelszinttel évfelé valapon tervezünk, ami jelentősen más, mint tavaly 15%-os növekedésünk volt, ami igazából a hosszú távú növekedésnek megy a kárára. De hát akkor tulajdonképpen most, ha ennyire az aktivitás vissza vagy lecsökken, akkor az mit csinálnak a bankok? Kérdezhetném, állai van, de hogyha nincs igazából itt hitelezési tevékenység, helyette ugye a kereslet az államilag támogatott hitelek iránt van, akkor mit tudnak csinálni a bankok? Az, hogy a hitelezési aktivitásuk jelentős, van egy jelentős amortizálódó hitelportfóliónk is, tehát az, hogy azt visszatöltjük, és szinten maradunk, azért az egy viszonylag van egy aktivitás, csak egy csökkentett aktivitás. De azért a másik nagy, hogy mit csinálunk, hát alapvetően, amire fel kell készülni a bankoknak ilyenkor, ez a túlzott kamatbevétel, ez el tudja kényelmesíteni a bankokat. Ami előtt elindult volna ez a magas kamatpálya, akkor körülbelül a mi bankunknak a,
teljes bevétel szerkezetében 38% volt a jutalék, 40% jutalékbevétel volt, 40% kamatbevétel és 20% ilyen treasury üzlet. Tehát ez egy egészséges mérlegünk volt. Most ugye a kamatbevétel az körülbelül 70% a kamatbevétel, 18% jutalék, és ezért megint megnőtt. És most ez, amit nekünk csinálni kell, mint dolgozunk, az, hogy jutat, amikor jönnek le majd a kamatok, akkor ott kell lenni azoknak az üzletágaknak, meg azoknak a tevékenységeknek, hogy kár pótolják a bevétel kiesésünket, ami jutalékbevétel az ügyfélakvizíció, biztosítási értékesítés, a wealth management, tehát az ügyfeleknek a megtakarításainak a kezelése, ezen dolgozunk most, hogy ebből olyan szolgáltatásokat tudjunk nyújtani, hogy az ügyfélnek is jó, hogy az ügyfélek most azért ilyen kamathozam környezetben nagyon jól tudnak keresni, és igazából abban fog tudnak segíteni abban, hogy ne csak 16%-os állampapírt vegyenek, hanem azért egy diversifikáltabb portfóliót építsenek ki, amin elég jó hozamot tudnak hosszú távon elérni, tehát erre tudunk fókuszálni, és ebbe tudjuk segíteni az ügyfeleket, ha éppen nem a hitelezésben olyan mértében, mint korábban. Visszatérnék arra, amit már egyszer mondtam, tehát infláció van, az MNB azt az üzenetet küldi nekünk, hogy hűteni kell a keresletet, és mi tulajdonképpen csak azt csináljuk, amit a nagykönyvben tanultunk, hogy ez elő van írva, tehát ilyenkor kamatemeléskor, igen, jobb a 18 egy overnight-ba, idéglenesen, jobb egy állampapír, arról nem is beszélő, hogy ilyen szinten, valljuk őszintén, azért kereslet sincsen. Tehát nem azért van kevesebb hitel, mert mi nem kínáljuk, hanem egyszerűen azért, mert a kamatemelés megdrágította az árunkat, amit úgy hívnak, hogy hitel, és ennek megfelelően természetesen csökkent a kereslet. De még egyszer, mi csak azt csináljuk, amit egy ilyen inflációs időben csinálnia kell. Ezt tanultuk a suliba, ezt oktatták nekünk, tulajdonképpen még egyszer csak azt csináljuk, amit nagykönyvben van írva. Meddig lesz ez? Reméljük minél rövidebb, annál jobb. De ez a transzmissziós mechanizmus, ezért van magyar forint, gondolom, mert azt akartuk, hogy rendelkezünk egy ilyen eszközzel, és most, amikor hirtelen elkezdtünk használni, most mindenki Jézus, ami nem jó. Ha nem lenne forint, euró lenne, akkor és mivel nem lehetne Magyarországon extrán egy ilyen idézőjelbe instrumentumot bevetni, azért a magyar forint, hogy ezzel érjünk, és most használjuk, jó? És aztán most kitudódik, hogy hát ez se tökéletes instrumentum. Igen, a piac az működik, de ugyanakkor valószínűleg nagyobb lenne azért még a 18%-os jegybanki irányadó kamat mellett is a kereslet a banki hitelek iránt, hogyha nem lennének államilag támogatott hitelek, gondolom. Tehát, hogy azért ott viszont, tehát a piac azért mégsem működik teljesen, mert azért eléggé masszív államilag támogatott hitel kínálat van jelenleg a piacon, és ez most azért nehéz azt feltételezni, hogy ez jó a bankoknak. Tovább majd a tanár úrnak is, jó, a mikrofon, de másik oldalon meg ez a politika úgymondván a feladata, hogy ő dönts el, hogy neki, segítek. Most én, mint bank, erre nem mondhatom azt, hogy nem adom. Tehát mi még egyszer, ha az állam jön, és azt mondja, hogy van lehetőség arra, és kínálja, hogy egyes szektoronak ad olcsóbb hitelt. Tehát ez is benne van a munkaköri leírásunkban. Még szép, hogy rajtunk keresztül felsítjük, tartjuk az előírásokhoz magunkat, és ennek megcsináljuk. De hogyha megnézed azt, hogy mennyi pénz vont ki az MNB a piacról, akkor Széchenyi kártya, meg a Baross Gábor program is, ami lesz, drasztikusan nem fogja megváltoztatni ezt a képet. Az biztos, hogy ennek alapján természetesen egy megfelelő csoportokra ki fog hatni. Arról nem is beszélve, hogy milyen hitelekről beszélünk, általában forgóeszközhitelekről, és nem nagy befektetésekről, stb. De csak nézzük meg azt, hogy mennyi nagy cég jelenleg, tehát olyan rekordszintű a vállalati depó állomány a bankszektorban, amit már nagyon régen láttunk. Tehát jelentős számú cégek vannak, akik ilyen kamat mellett azt mondja, várok 6 hónapot.
lehet, hogy az az ajánlat, amit a építető cégtől kaptam, lehet, hogy még picit lejjebb, egy időközben megkapom a 16-17%-ot, jó? Tehát nem csak rólunk van szó, még egyszer, mi ennek a mechanizmusnak egy része vagyunk, ezt se felejtsük el, és még egyszer, igen, a politikának ez is az egyik főszerepe, hogy eldöntse az, hogy figyelembe véve ilyen olyan aspektusokat, ki az, akit idegenesen meg fog segíteni, és ennek alapján jött a Széchenyi kártya, itt jött a Baross Gábor program, és állítom, hogyha mi ott lennénk, van egy jó magyar mondás, üléspont, meghatározó az álláspontot, lehet, hogy mi is hasonlókat csinálnánk. Csak egy kommentárt, most nem is az elmélet összefüggésekkel, hanem inkább konjunktúra kutatóként. Tehát itt látom a költségvetési tanács elnökét, aki kért tőlünk a Horinusztól egy rövid kis kitekintést 2027-ig. Ugye, 27-ig szívesen adok, 23-ra már nehezebben. Na, de ugyanis engem, mint elemző is nagyon izgat, amit mondtatok félmondattal, mert az eredmények azok túl szépek, de azok a most, ami kijött például a mai eredményetek, az egy nagyon szép eredmény. Igen ám, de az elhangzott egy félmondatban, hogy van egy stokk, ami szépen ketyeg és működik. Ha a flow megáll, vagy visszaesik, és azt mondtad, hogy visszaesik, akkor az a stokk majd egy idő múlva megy lefelé, de nagyon lassan. Viszont, hogyha megállnak ezek a vállalati beruházások, és tényleg effektíven fölmegy a kamatszint kettőről egy, tudom, két számjegyűre, akkor visszafogja a beruházást, eltolja, vár. Ennek azonnal megjelenik a hatása a reálgazdaságra. És ezt még azért nem látjuk, mert a beszélgetés pillanatában hát még nem tudunk tömpen semmit a gazdaság. Ti tudtok, és azért nézek mindig a bankárokra, meg a fuvarozókra, ez a két szakma, tudják a jövőt. Hát nekik van egy megrendelési állományok is, és nagyobb részt sejtenek valamit a jövőről, de amit makroadatokat látunk, azokból nem nagyon világos, a kiskereskedelem a zsugorodik, egy halommutató mutatja, hogy a január az gyengéske volt, mert 2022-nek a második felében ugye törés következett be a gazdaságba. Hogy ez hogy fog folytatódni, az nagyon érdekes abban a szempontból, hogy milyen lesz a GDP, milyen lesz általában. És akkor ezen a törékeny helyzeten ez a magas kamat ez ront abban az értelemben, hogy ez recesszió felé viszi. Amiről még nem beszéltünk, már rá fogsz kérdezni majd, hogy ugye izgalmak vannak a bankvilágban, és ezek ugye külföldiek, de hát minden hamar hazaér. Ha egy izgalom kitör, az önmagában is recessziós hatású, mert akkor feltételezem, hogy nálatok is azért a kockázat elemzők azért most nagyobb, hogy is mondjam, urak lesznek ezekben a hetekben. Korábban ugye a pénzcsináló bankárok voltak közel a elnök vezérigazgató füléhez, most pedig azért megkérdezik a kockázatelemzőket, hogy mi van, hogy van. És hogyha a bankok óvatosabbá válnak, és az ügyfelek is óvatosabban kötelezik el magukat, mert nem látják a piacot, akkor beállhat egy olyan recesszió, amire nem készültünk. És akkor annak jönnek politikai hatásai, akkor a politikus észleli olyan az antennája, hogy az észlel, és akkor még inkább kiéleződik az a konfliktus a Nemzeti Bank és a növekedési miniszter között, amire már melyen is van nálunk. A gazdasági fejlesztési miniszter? Vagy fejlesztési miniszter, igen. Ami ráadásul egy színe, ez egy nagyon magyaros történet, ezt mi tudjuk az itt ülök, hogy egy speciális magyaros történet. Na, csak azért mondom, hogy én azért a fülemet azért hegyezem, mert elemzőként is próbáljuk megérteni a folyamatokat, az adatok nem egyértelműek, vannak visszaesési adatok. És van egy inflációs adat, amit azt mondtad, hogy le fog menni. A kamatszint is lemegy, mert hát az infláció is lemegy. Nem azért, mert valaki megrendelt az egy számjegyűt, az infláció nem biztos, hogy tudomásul veszi ezeket a megrendeléseket, hanem azért, mert mi megy lefele. Csak sajnos, ha valaki megnézi a januári adatokat, abban nem az ijesztő, hogy a fogyasztói árindex 25, valamennyi. Az sem olyan ijesztő, persze ijesztő, az sem olyan ijesztő, hogy a nyugdíjas infláció 26, mert ijesztő a nyugdíjasoknak. Az ijesztő maginfláció 25. Tehát abban nincs benne az élelmiszer, és nincs benne az energia, hanem minden más, ami ez nincs benne. Na most
nagyon sok minden. Tehát ugye, egy olyan lendületet vett az infláció, hogy nem olyan világos, hogy le tud jönni, és ezért a Nemzeti Bank nem tudja olyan könnyen. Nekem nagyon tanulságos volt a tegnapi Fed döntés, mert ugye azt hitták az újságok, hogy hát akár fölviszi a kamatot, ahogy mondta, akár logikus, akár hagyja úgy, mert hát ugye szakítani szét, megnézzük, hogy honnan fúj a szél, akár leviszi, hogy a bank szektorra nehezed a nyomást enyhítse. De az inflációtól tartanak, tehát fölvinték a kamatot. Tehát ennek megfelelően a következő fél év az mozgalmas lesz, nem fogunk unatkozni, de hogy a gazdaságban mi van, én nem tudom, és azért izgat engem, mert nekünk lassan le kell áprilisban adni a következő 3 évre a jelentést, és szeretnék valamit látni. De hát adatokat nem kapunk még egy darabig, mert az adat kijön, addigra már az előrejelző az sajnos nem várhatja be a tényadatot, mert nem azért fizetik. Igen, hát azt már megszokhattuk, hogy sosem unatkozunk azért, tehát tényleg nem fogunk unatkozni, de eddig sem unatkoztunk. És én azt elfogadom, hogy nagyon nehéz egyensúlyozni mondjuk a jegybanknak, meg a kormánynak is a között, hogy hogyan gazdasági növekedés versus infláció, ezt az egészet, ezt hogyan egyensúlyozza ki, tehát ilyen patika mérlegen kell hozni a döntéseket. De már ugye említetted, hogy egy kicsit most nézzünk ki a határainkon túlra is, az mindenféleképpen biztos sokakat foglalkoztató kérdés, hogy most ugye megint láttunk bankcsődöket Amerikában, és láttunk ugye egy Credit Suisse, ami hát amikor még az egyetemen tanultuk meg, mit tudom, az elmúlt 30 évben nem gondoltuk volna a Credit Suisse-el ilyen, tehát mindig egy ilyen, hogy mondjam, ilyen elit intézményként, ha lásd a Credit Suisse-t, tehát bezzeg bankként, inkább ezt a szót kerestem, volt az agyunkban, tehát hogy ezek hatására kialakulhat-e mondjuk egy 2008 őszihez hasonló válsághelyzet, vagy bármilyen válsághelyzet, vagy mi az, ami most itt 15 év múltán esetleg hasonlóság, és mi az, ami különbözőség az akkori helyzethez képest? Talán, hogy röviden, hogy így a Silicon Valley Banknak a csődje az, olyan három lényeges dologra vezethető vissza, amiből azt gondolom, hogy mind a három, vagy nem volt kettő, nincs jelen most Magyarországon. Az egyik az az, hogy így ott jelentősen lecsökkentették az elvárásokat egy bizonyos 50 milliárd dolláros mérlegfüles fő összeg alatt, nem kellett komplexebb kockázati paramétereknek megfelelni a bankoknak. És a Silicon Valley pont ebbe a tartományba tartozott, tehát igazából egy sokkal lazább szabályozói elvárás volt velük szemben. Mondtam, hogy a kockázatkezelőket figyelünk most, ott 7 hónapig nem volt kockázatvezérhelyettes. Tehát igazából ott egy risk manager hiányzott elég hosszú ideig, ami talán nem ártott volna ebben az időszakban. És egy jelentős, a mérlegében egy jelentős állampapír portfólió volt, hogy beszette a megtakarításokat az ügyfelektől, vagy kifejezte hitelbe a startup cégeknél, de a túlnyomó részét a pénzét lekötötte, befektette állampapírban. Amikor az állampapír azonok felmelkedtek, a betétesek, mert én is akarok 6-7%-ot keresni, add vissza a pénzet, betelkeni, nem fizetsz ennyit, elmegyek, beteszem magadnak 6%-ot. A bank azt mondta, hogy bocsánat, de akkor én nekem el kell adnom az állampapíraimat, amit veszteséget okozott, és ez így csődbe is ment. Most ugye ez egy, ugye itt Európában, azt mondom, hogy ugye mind a szabályozói keretrendszer sokkal, de ma beszéltük át az igazgatóságunkon azt a SREP, ICAP anyagot, amit a Nemzeti Banknak adunk be, ami az összes ilyen stresszteszt, meg tehát olyan komplex stresszeken tettük át a bankot likviditási oldalról, tőke oldalról, minden szempontból, ami ugye szerintem minden banknak végig kell menni itt Európában, csak itt hiszem, hogy kitérlek egy kicsit röviden, de azt gondolom, hogy azért itt sokkal komolyabb felkészültség van és szabályozottsági elvárás van a bankokkal szemben Európában, ami ad egy bizalmat, hogy azért itt ez nem valósul meg ilyen mértékben. Ugye igazából ez egy bizalmi kérdés. Ugye most a Credit Suisse-nél ott már korábban is voltak bizalmatlansági, mondok több ilyen esemény volt, ami miatt, mert több, majdnem kivonták ott a pénzt, akkor a vezérigazgató egy ilyen csapattal meggyőzte a befektetőket, meg hogy maradjanak ott a befektetők, illetve a betétesek. Ebben amikor ilyen bizonytalan helyzet volt,
ugye, és volt egy konferencián jelentette be a Szaudi Nemzeti Bank, ami nem a Nemzeti Bank, Szaudi, ez a Commercial Bank, ez a Szaudi Arábia volt, hogy hat ok is van, amiért ő nem fektetne, vagy nem adna több pénzt a Credit Suisse-nek, és ez egy ilyen konferencián ejtette, és ez a hír söpört végig nagyon hamar a médián keresztül, ami ezt a pánikot elindította. Egy, az első az volt, hogy igazából már van egy limitük, amikor nem tudtak menni, az volt az első, de azt mondta, hogy 5-1 évok is van, amiért nem adná oda pénzt. Hát ugye ez a bizalmatlanság indította el, és ugye ez emiatt lett ott a nagyobb probléma. Engem meglepett azért, az viszont egy jó lépés, hogy egy hétvég alatt meg tudták menteni. Bár az UBS-t nézem, ott volt már 6 hónapja ez a mentőcsomag, ki volt számolva, hogy pontosan meddig vállalnak ők kockázatot, a svájciai bank honnan veszi majd át onnan a következő szintet, szerintem erre már készültek szerencsére, és az is jó, hogy ezek a programok, amik még a nagybankoknak a megmentésére vannak, vagy a resolution terven keresztül, ami szerintem szintén működik, a bail-in meg ezért instrumenton keresztül, vagy így működik, és ezáltal meg tudják gátolni a nagyobb szintű pánikot, vagy terjedését ezeknek a bizalmatlansági krízisnek. Talán még kiegészíteném azzal, amit a Pali mondott, ami számomra nagy nyomot hagyott, az az, hogyha beindul egy ilyen krízis, hogy milyen törvényekre, milyen húzásokra hajlamosak a politikusok, illetve a központi bankok is. Tehát ha valaki mondta volna, hogy ebből az AT1-ekből csak így le lehet írni 16 milliárdot, tehát úgy, hogy valaki kötvénytulajdonos nullát kap, miközben a részvényes kap valamit. Jó. A kötvényekben ebből oda volt írva, a fine printel, oda volt írva, hogy 9,5% kamatot fizet, és veszteség esetén nulla. Tehát ebben volt írva, ha elbocsod a fine printet, ott volt a kötvény dokumentáció. Most eddig csak azt tudtuk, hogy az átlagember nem olvassa el a kisbetűket, de most ugye befektetők se olvassák a kisbetűket. Jó. Utána, hogy ugye történt ez a Silicon Valley Bankban, és aztán egyszer csak jön az amerikai elnök, és azt mondja, hogy ez egy kapitalista ország, és akkor a befektetők bukták a pénzüket, aztán pár napra rá kitudódik, hogy a betétesek viszont, az összes betétes visszakapja a pénzét, tehát nem csak 250 ezer dollárig. Most se tudjuk, hogy ki fogja ezt fizetni, szerintem a bankok, a betétbiztosítás, jó, és nem pedig a büdzsé, jó. Tehát itt tényleg így ül az ember, és akkor azt mondja, most akkor hogy is van ez pontosan, hogy működik ez az egész kóceráj? És akkor mindig keresjük ugye a hasonlatokat. Jó. Tehát talán még egy észrevétel ezzel kapcsolatosan. Magyarországon az adófizető még 2008-ban se tett be egy forintot se a magyar bankrendszerbe. Jó. Volt terv, benne volt ez is, hogyha jól emlékszem, valaki mondta, még akkor, jó. Tehát, hogy volt egy ilyen lehetőség, hogy egyik-másik banknak kínáltak, senki nem kért, és még egyszer, tehát mindig azzal hivatkozunk, hogy bezzeg más országokba, és akkor még egyszer, semmi nem volt, jó, és végigcsinálta a magyar bankszektor az egész bankadót is, végigcsinálta az egész konverziót is, devizából forintba, és ha ma megnézzük, hogy mennyi tőkével rendelkezik a magyar bankszektor, tehát nagyon-nagyon sok bank van, ahol nem egyessel, hanem kettessel kezdődik a tőke megfelelési mutató. Az igazat megvaló, amikor néztük az árfolyamot, mi történt vele szeptember-októberben, akkor tulajdonképpen inkább egy makro részről vártuk, hogy ez esetleg kreálhat valami problémát, mert tulajdonképpen a hiteleink között lakosságnál nulla a deviza. Jó, ha megnézzük az MPL-t, ha nemzzük az MREL-t, amit időközben kiadtunk, ami még a tőkére, még egy extra tőke, tehát ebből a szempontból tényleg nyugodtan aludhatunk. De mondom még egyszer, számomra ez egy óriási dolog. Tehát minden krízis után csinálnak egy új könyvet arra, ha majd a következő jön, és amikor megjön a következő, mindent átírnak. Jó, tehát
és mi meg nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy kritizáljuk a saját magunk húzásait, és aztán ami körülöttünk történik, wow, tehát na, ezt másképpen tanultuk. Jó, csepelnék így a fel minden, igen. De hogyha ilyen jól el vannak a bankok, akkor miért szeretnék azt, hogy mondjuk a tranzakciós illetéket eltöröljék, a készpénzfelvételi limitet, tehát, és akkor még az extra profit adóról nem is beszéltem, most már ugye idén mind hallottuk, hogy extra profit már nem biztos, hogy lesz, de adó az még lesz továbbra is. Tehát, hogy van-e arra esély, van-e esetleg mint bankszövetség egyeztetés a kormánnyal, hogy ezekből az intézkedésekből valamennyi eltöröljenek. Hát ugye azt tudjuk, hogy a bankszövetségnek van 2019. novemberre óta egy 8 pontos javaslatcsomaga. Az én tudomásom szerint abból egy valósult meg eddig, az egy nem valami jó arány. Rossz arány, bocsánat. Nincs a fejemben most pontosan az összes 8 pont, de szerintem főtitkár úr tud segíteni. Ugye képviseljük az iparágat, mármint a bankszektort, és végigmehetnénk mindazokon a kérdésen, amit mondtál, nem tudom, én például engem kérdezel, én készpénzfelvételrel növelném például a tranzakciós illetéket, mert tulajdonképpen ez a készpénz, ez csak termeli mindenhol az extra költséget. Arról nem is beszélve, hogy szerintem ez az alapja a szürke gazdaságnak, és annak alapján, hogy sok készpénz van, például a gyereket kivittem Hollandiába az egyetemre, ott nincs készpénz befizető automata, mert ha nincs készpénz, nem kell automata. Jó, és nem kell vinni. Nem is lehet fizetni készpénzben. És nem is lehet fizetni, jó? Ez egy fantasztikus dolog, jó? És akkor ez végig megy az egész láncon, mert hogyha nincsen készpénz, nem lehet készpénzbe fizetni, nem kell automata, nem kell vinni, nem kell számolni, nem kell nyomtatni, stb. Tehát szerintem ez egy fantasztikus dolog lenne. Igenis, van több javaslatunk. Mi dolgunk az, hogy ezekkel állandóan felfrissítsük, tegyünk újabb javaslatokat, és én igenis hiszek benne, hogy egyik másik előbb-utóbb be fog érni. Most például a deregulációs tanácson keresztül megint visszajöttük, hogy ami a készpénz fizetést illeti, 1,5 millióról csökkentsük 500 000 forintra, lemegy 500-ra, vagy csak 1 millióra, én csak abban reménykedem, hogy azért lassan, de biztosan egyik másik dolgot el lehet érni, és még egyszer az, hogy valami nem ment át 2-3 évvel ezelőtt, nem jelenti, hogy nem fogjuk újra megpróbálni, és igenis van nagyon sok dolog, ami átmegy, de nagy munka, és azért valójuk őszintén nekünk is megértőnek kell lenni, mert van egy másik oldal is, amit úgy hívnak, hogy politika, és ezt nekünk mindig figyelembe kell venni, nem csak itt, hanem mindenhol máshol is. Pont ez az 500-es, azt hiszem, ez benn volt a 19 novemberi csomagban is, tehát 1,5 millió, viszont az nem volt azt hiszem benne, hogy a készpénzfelvételi tranzakciós illetéket azt növeljék. De megint nem adunk ötleteket a kormánynak. Ezen a ponton az a kérdésem, hogy van-e esetleg, ne csak én kérdezzek, hanem van-e esetleg kérdés vendégeinkhez, mert akkor most van lehetőség erre. Nekem lesz. Köszönöm. Be kell, hogy mutatkozzak valakiknek itt, többen ismernek. Szőnyi András vagyok, Kanadában élek 56 óta. Kettő ember itt személyes kapcsolatom van 15-20 éve. Szabó Iván, amikor pénzügyminiszter volt, akkor tanácsadója voltam, mert az Ivánnal együtt írtuk a 16 pontos manifesztót a Műegyetemen annó dacu. Aztán a Varga Mihállyal is volt a kapcsolatom, de én nem vagyok benne itt a politikában. Sok kanadai céget hoztam be, de nagyon ismerős vagyok a felhalással. Reagálni akarok a Péternek a gáz és a fékpedál ügyre, amire valamennyi része az életemnek egy MFB-nek megfelelő kanadai banknál voltam vezető, vállalkozás fejlesztési kis
vállalat és startup vállalatok ügyébe, amit itt gondolom kockázattőkési befektetés vagy angyal befektetéseknek hívnak. És amikor ott voltam, félúton volt egy nagyon magas infláció Kanadában. És egyszerűen a kormány a gázpedállal, vagy nem tudom melyiket, melyikre mondott te, Péter, hogy melyik a kormány, a gáz vagy a fék? Gáz, oké. Egyszerűen nem adott már több pénzt az MNB-nek megfelelőnek, és de a kisvállalatoknak akkor is kellett pénzt, mert nem tudtak 15%-os kamatokat fizetni. És az én büszkeségem az egész életemben talán az, hogy én kitaláltam valamit, amit most megosztok. Az MNB-nek megfelelő. Mi nem adtunk kölcsönt, vagy pénzt a kisvállalatoknak, vagy a startupoknak, hanem szubvenciót adtunk a kamatra. Ami azt jelentette, hogy nekünk nem kellett komoly pénzeket kiadni a vállalatnak. A bankosok döntötték el, hogy megérdemlik-e a hitelt, vagy nem érdeklik meg a hitelt 15%-kal, 13%-kal, és mi adtunk egy szubvenciót 3-5%-ig, amit a mi stábunk döntött el, hogy mennyit érdemelnek meg. Nem volt egy fix az, hogy mi mindig 5%-ot adunk. 3-5% alatt adtuk a személyzet. Eszméletlenül nagy sikerrel működött ez, mi alatt ez a magas kamatlábos infláció volt. A bankosok boldogok voltak, az állam boldog volt, és akik megkapták, azok boldogok voltak. És még az utolsó megjegyzésem, az új Nemzeti Bank vezérigazgatója Kanadába, az a volt dékánja az egyetemnek, a business schooljának, a Rothman Business Schoolának. Úgyhogy Péter talán esetleg megint visszamehetsz a Nemzeti Bankhoz. Hát két év múlva üresedés lesz, illetve hát... De egyébként pont ez működik Magyarországon is, tehát mi, mint bankok, adunk hitelt az MFB-nek meg az Eximnek, mi finanszírozunk őket meg, ők ezt a pénzt nekünk visszaadják 3,5, illetve 3%-on, jó? És erre mi egy 2,5%-os marzsal, tehát 5, illetve 5,5, illetve 6%-on, attól függetlenül, hogy euró vagy deviza, vagy forint, továbbadjuk a cégeknek. Jó? Tehát tulajdonképpen ezért kellett megint föltőkésíteni az MFP-t, illetve az Eximet, mert ugye ez egy veszteséget jelent nekik éves szinten. Tehát még egyszer, mi finanszírozzuk meg az MFP-t, meg az Eximet, ahhoz, hogy legyen forintjuk, ők ezt a forintot nekünk visszaadják, és mi alacsonyabb forrásköltség alapján tudunk olcsóbb hitelt adni, és így van nekünk a 2,5%-os marzs, ők pedig azt mondják, hogy annak adhatsz hitelt, aki A, B, C, D, stb. Stb. És ennek alapján működik a Széchenyi kártya, és ilyen alapon működik a Baross Gábor program is. Akkor ez is működik, de nem olyan egyszerű, mint amit mi csináltunk. Hát egy másik ország, úgyhogy hát, ha még ez kialakul. Az a kérdésem, hogy lenne esetleg még kérdés a vendégeinkhez? Igen, ott hátul. Én azt szeretném megkérdezni, hogy mit tartanak a legvalószínűbb forgatókönyvnek az uniós pénzekkel kapcsolatban, és hogyha esetleg tovább csúszik a kifizetés, akkor az milyen hatással lehet a magyar költségvetésre? Uniós pénz. Mindenki a Péterre mutogat. Hát, fogalmunk sincs, ugyanis azért ez egy alapvetően ugye, politikai ügy, hiszen a jogállamisági feltételek a listája az egy olyan lista, amelynek a teljesítése roppant nehéz, és ha a hátra levő, mindig vannak ilyen ellenőrzési pontok,
a hátralévő idő arra nem nagyon látszik az én szememben elégségesnek, hogy a legkritikusabb dolgokon át lehessen jutni, ha csak nincsen valami óriási jóindulat a vizsgáztatónál, hogy át akarja engedni a pácienst. És most nem látok okot arra, hogy a nyugat-európai közösség, a miniszterelnökök nagy nyomást gyakoroljanak az apparátusra. Az apparátusban pedig jogászok vannak, közgazdászok, papírkukacok, megnézik, hogy teljesül, nem teljesül, és hát addig nézik, amíg azt látják, hogy nem teljesül. Na most ezért én ilyen értelemben pesszimista vagyok, hogy ez a folyamat ez le tudna záródni. Most a kérdés az volt, és itt igazából azért nézünk egymásra, mert ugye nem tudjuk a választ, de két, az én, és akkor nézek rátok, hogy mit gondoltok, az én problémám az, hogy nem csak az a gond, hogy a beígért, betervezett, részben már ki is osztott pénzek nem jönnek, vagy nem jönnek meg mondjuk szeptemberig, hanem az, hogy hát ez ennek híre megy, hogy nem jönnek a pénzek. És például a hitelminősítőknek a minősítésében a pontok között, hogy miért adják meg a BBB minuszt, miért tartják meg ezt a bovli fölött azért mégiscsak, de nem sokkal. Hát mert ugye feltételezzük, hogy a olajár lejjebb megy, az uniós pénzek megjönnek, a gazdaság növekszik. És ha ebből az egyik nem teljesül, akkor mondhatja azt a Moody's, hogy akkor bocsánat, vissza az egész. Úgyhogy nem csak az a rossz hír, hogy nem jön a pénz, hanem az a rossz hír, hogy nem jön a pénz, az, a rossz hír az nem szokott jót tenni az üzletnek. És én nem tudom, én remélem, ugye én itt nagyon izgatott vagyok, az én pénzem az nálad van. Szóval, hogy ugye remélem, hogy amiről mi beszélünk most, akár a nyugat-európai, tehát európai és amerikai bombcsődök, részben pedig a Magyarországgal kapcsolatos jön pénz, nem jön pénz, a uniós kapcsolatrendszer hogyan alakul, hogy nem vált-e ki esetleg valamilyen tőkementést, pánikot. Mert az igazából, és még ez egy kicsit visszatérek a 2008-ra, hogy én se hiszem azt, hogy 2023 nagyon emlékeztetne 2007-8-ra. Kivéve, hogyha azt gondolják az emberek, hogy de igen. Mert azért idegeskedni lehet. És a pánik önmagában tud generálni. Na most én nem tudom, tehát nekem az a félelmem, hogyha ilyen politikai elakadás történik, és akár a feszültségek fokozódnak a uniós kapcsolatrendszer és a NATO-n belül is, ez most a legújabb, ugye ez eddig nem volt, most a NATO-n belül is, akkor azért ez a Magyarországról olyan kérdőjeleket rak rá, amelyekre reagálhat a például a hitelminősítő. És akkor azért lesznek olyan ügyfelek, akik meggondolják magukat. A 18% ellenére is. Hiszen, hogyha úgy érzi, hogy baj van, akkor már nem érdekli őt az az egy-két napra megszerezhető 18 vagy 32. Hát volt olyan, hogy a Svéd Nemzeti Bank 1000%-ra vitte fel a overnight-ot. 1000. Hát nem segített rajta. Hát ha valaki nem bízik a dolgokba, akkor a tetőre fölvihette a kamatlám. Na, szóval én nem tudok válaszolni a kérdésre, ez a kérdés, egymást kérdezgetik az elemzők, és mindenki mond valamit. Az idő megtelik, és hát közben majd valamit kell csinálni. A magyar állam kilépett tőkepiacra januárban, azóta nem. Azóta nem. Kilépett ugye három papírral, a 30 éves dollár kibocsátásnál 7% volt a kamat. 30 évre. És akkor még nem voltak ezek az izgalmak. Hát ha most kilépne, akkor nem tudjuk. Tehát vannak félelmények, amiket most nem osztunk meg. Azt mondta, nem sajtó nyilvános. Mondja egy újságíró, egy halom újságíró előtt. Hát nagyon jó. Nem sajtó nyilvános. Nem abban a minőségben ülök itt. Talán még amivel kiegészíteném, ugye, hogy az Európai Uniós pénz, ez egy politikai kategória. Ismerjük mindannyian a viccet, ugye, hogy akkor most milyen cigaretta kell, fűszőrös vagy fűszőrös nélkül, és akkor valaki azt mondja, megint nincs rajta sapka. Jó, tehát ez mindig megtörtént. Hát azért még az, aki szeretne megészíteni, ugye, hogy a külföldi befektetők is ezt nagyon gyakran ilyen, csak abból a szempontból nézik, van uniós pénz, vagy nincsen uniós pénz. És hozzánk is jönnek befektetők, és akkor mi elmesélem neki, hogy ez most Budapest, és nem Bukarest, jó, és akkor van egy ilyen kis listája, hogy most európai pénz, igen vagy nem. Jó.
Európai Uniós pénzek még jönnek, jó, a régiből. A mezőgazdaság agrárpénzek jönnek, jó. A piacon föl lehet venni pénzt, jó, addig, ameddig föl tudsz venni. Jó. Tehát az az érzésem, hogy egy picit túlzásba viszik azt, hogy, hogy most akkor, ha nincsen Európai Uniós pénz, akkor itt lesz a világ vége, jó. Tuti nem lesz, jó, és annak alapján, ahogy a kasszát megtöltik, lehet látni, hogy azért ott is előre gondolnak az emberek, nem csak az elkövetkező 2-3 hétre, hanem az elkövetkező több hónapra és meg évre is. Tehát mondom, óváinteném, mert ez is körülbelül ilyen tipikus piaci túlzás, tehát hogyha van uniós pénz, akkor minden problémánk megoldódik, ha meg nem, akkor meg nem tudom én, mi lesz. Tehát annyira, szerintem ennyi sokkal-sokkal árnyaltabb a kép. Én mondom, még egyszer visszatérve az első mondatomra, ez aztán tényleg egy tipikus politikai kategória. Hát amit tennék hozzá, hogy a mai kormány szóvivénye az hangzott el, hogy az uniós pénzek tovább csúsznak, ugye ezt a kormány szója miniszter úr, ha van ilyen, de nincs ilyen kategória, bocsánat, miniszter úr Gulyás Gergely mondta, de itt a elhangzott két szó, a NATO meg a világ vége, és akkor ez ilyen nagyon erőltetett átvezetéssel most én megköszönném a mai beszélgetés, az első panelbeszélgetés résztvevőinek a részvételt. A következő panelbeszélgetés az a geopolitikai helyzetről fog szólni. Éppen megfigyeltem, hogy a háború szót kisejtettük azt hiszem ebben az egyórás beszélgetés során. Na ezt most bővebbe fogjuk pótolni, mert a következő viszont erről fog szólni. Úgyhogy én nagyon élveztem ezt a beszélgetést, nagyon köszönöm, hogy részt vettetek. Remélem, hogy a közönség is, a vendégeink is ennyire élvezték, és folytatni fogjuk mindenféleképpen. Úgyhogy most tartanánk egy olyan 20 perc körüli szünetet, és akkor utána folytatjuk a geopolitikai kerekasztal beszélgetéssel. Köszönjük szépen a részvételt! Ön a Klasszis Klub műsorát hallotta. Feltétlenül iratkozzon fel a Klasszis YouTube csatornára. Ha szeretne több ilyen videót és podcastot, legyen ön is klubtag. Fizessen elő a Klasszis lapcsoport, a Privát Bankár, az M4, a Piacis Profit prémium tartalmaira, vagy legyen támogatónk. klasszis.hu